szívvel, lélekkel edzenek a dombovári kötélugrók. Nemzetközi hírnevet szeretnének Dombovár városának. Az Egyesület 8 kötélugrója ugyanis tovább jutott az Európa-bajnokságra, amelyet idén Szlovákiában rendeznek meg. Most idén szerencsére nagyon közel van az Európa-bajnokság, Szlovákiában fogják megrendezni, és a csapatunkból 8 fő jutott ki erre a versenyre, egy 4 fős serdülő csapat és egy 4 fős felnőtt csapat, illetve van, aki a csapattagok közül még egyéni versenyszámokban is kijutott. Annak ellenére, hogy nagyon örülünk, hogy ilyen közel van ez a verseny helyileg, nagyon nagy költséggel is jár. Tehát ez a verseny, ennek a 8 főnek körülbelül 2 millió forintra rúg a díja. Ennek, a mi kis egyesületünknek nincs ennyi pénze sajnos, ugye nem tudja ezt finanszírozni. Ezért támogatásokat gyűjtenek. A költségek közelfele már megvan, több vállalkozó, civilek és a dombovári önkormányzat is szívügyének érzi, hogy a kötélugrók nemzetközi versenyen öregbítsék a város hírnevét. Legfőképpen anyagi támogatásra van most szükségünk, megkerestük a helyi vállalkozókat is, illetve a dombovári önkormányzatot, hogy az eddigi támogatásán felül segítsen nekünk ebben. Jelenleg úgy gondoljuk, hogy körülbelül a költségek fele már megvan. Ugye az önkormányzat is, maga, mint magánszemély, a polgármester úr is, illetve helyi vállalkozók, magánszemélyek is már segítettek nekünk, segítenek, ugye utaltak a mi bankszámlánkra, és most próbálunk még további támogatókat keresni. A kötélugrás, mint sportág egyre népszerűbb Dombováron. Besenyei tíme a 2019-től már egyesületi formában várja a mozogni vágyókat. Több mint 25 éves kötélugró múlttal és tapasztalattal próbálja átadni tudását a fiatal generációnak, akik az elmúlt években sorra hozzák az érmeket a versenyeken. Annyira sok van, hogy igazából azt sem tudom, hogy hol kezdjem. Ugye a legkisebb versenyek, de nem elhanyagolhatók, ugye a megyei diákolimpiák, amiket szinte mindig végigtarulunk. Onnan ugye mindig tovább jutnak a gyerekek az országos diákolimpiára. De ugye ezen kívül ugye számos országos bajnokságot rendeznek minden évben itt Magyarországon is, ott is rendszeresen érmeket hozunk el, nem is egyet. A csapat körülbelül 75%-a már országos bajnoki címmel is rendelkezik. Itt azért csak a 75%-a, mert ugye a kicsik, szerencsére ugye sok kicsink és kezdőnk is van, ők még ugye nem voltak versenyen, így még nem értek el ilyen szép eredményt. Nemzetközi versenyen is szerepeltek már, idén pedig Dombovár volt a házigazdája a megyei kötélugró diákolimpiának. Az elején még ugye csak saját költségen, ugye nem tudtunk támogatókat szerezni, de sikerült így kijutnunk Münchenbe. Kétszer is voltunk, illetve Pozsonyban is volt már egy nemzetközi verseny, ahol szintén részt vettünk, és onnan is rengeteg arany és ezüstérmet hoztunk haza. A megyei diákolimpiát hosszú évek után sikerült most nekünk megrendeznünk. Nagyon nagy volt az érdeklődés, a helyi iskolákból is ugye többen olyanok is jelentkeztek, akik eddig még nem ugráltak, illetve ugye a környező településre, ugye Tamásiba van még egy csoport, ők is nagyon szívesen jöttek el hozzánk, és egy nagyon jó hangulatú verseny volt. A kötélugrók most plusz edzéseket beiktatva készülnek a nagy megmérettetésre. Az edzéseken ugyanúgy készülünk, de pluszba kell beiktatni egy-egy plusz edzést, ami csak a versenyzőknek, az EB-re készülőknek szánunk. Szeretném, hogy önmagukhoz képest a legjobbat hozzák ki magukból. Mivel még nem voltam ilyen szintű verseny, ezért nem tudom, hogy milyen a mezőny, viszont azt szeretném, hogy önmagukhoz képest a legjobban teljesítsenek. Első nemzetközi versenyem, és hát szeretnék helytállni a csapatért, meg ugye csapatba jutottunk ki, és a csapattársaimat nem szeretném cserben hagyni, hogy miattam nem tudnak elindulni. Nekem már az is nagy szám, hogy kijutottunk, ennek is nagyon örülök, de hát nem tudom, mezőny közepére jó lenne bekerülni. Aki anyagilag támogatni szeretné a kötélugrók kijutását a szlovákiai Európa-bajnokságra, az az Egyesület bankszámlájára tudja elutalni az általa felajánlott összeget.